Jó estét kívánok! Nincs olyan körülmény, ami meg tudtam volna akadályozni ennek a műsorszámnak a megvalósulását. Kedves néptánckedvelők, kedves szülők, kedves rokonok, ismerősök, kedves szentgáliak, veszprémiek, sok szeretettel köszöntöm Önöket a Tártos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 10 éves jubileumig állami során. Először is azt szeretném elmondani, hogy azon a vidéken és abban a tánckultúrában, amely az előző összeállítás ide került, rengetegféle magyar táncot járnak. A mai magyar nyelvterület legtávolabbi pontjáról indult ez a műsor, gondolom, hogy majd szépen hazafelé jönnek. És Moldváról van szó. Moldva, tudjuk, hogy a régi magyar határokon kívül eső magyarok adta terület, az a vidék, ahol egyébként például a magyar anyanyelvet a legősibb formájában tartották, mert ma is művelik, beszélik a moldvai magyarok. És az a vidék, ahol a táncokat és a zenei kultúrát is azt gondolom, hogy a legrégebbi formájában tartják a mai napig is az ott élők. Ilyen érdekes, hogy a mai kis Magyarország településein az a jellemző, hogy egy-egy magyar táncházban, egy táncrendbe tartozó tánctípusok száma általában 4 vagy maximum 5, és hogyha ehhez még tartoznak olyan polgári játékok vagy táncrészek, amelyek a velünk együtt élő, de más Európa más országaiból, vidékeiről érkezett népek táncai, akkor 6-7-re is felemelkedik a táncok száma. Most Moldvában a magyar táncok száma a 30-at is meghaladja, tehát nagyon-nagyon sokfajta magyar tánc van. Természetesen mindegyiknek más a tempója, más a táncolási módja, a stílusa, és más a zenekísérete is. Éppen ezért ebből a 30-ból bizony nagyon nehéz megtalálni éppen azt a dallamot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagy tapsot megérdemelnek a nagyvázsonyi szülők és a szentgáli gyerekek, akik összefogva megörvendeztettek minket ezzel a néhány tánccal Moldvából, ami csak töredéke az előbb említett nagyon sok táncnak, és a zenekar is, aki a Júrt, a zenekar és a ma estét végig. Szeretek visszatekinteni az időben, mert az emlékek mindig megszépülnek, és akkor aztán még igazán szépek, hogyha már eleve úgy születtek, hogy nagyon szép élményekhez kötöttek. Gyermekkoromban kezdtem táncolni Ajkán, és az Ajka Padrakú táncegyüttes felnőtt tagjai voltak a táncos példaképeim. Aztán 1986-ban kerültem ebbe a felnőtt táncegyüttesbe, mint tinédzser, és hát már akkor is feltűnt, hogy az ottani együttes tagjaiból jó néhányan szentgáliak voltak, és én akkor így városi gyerek lévén nem nagyon értettem, hogy hogy a fenébe lehet, hogy ebből a viszonylag kicsi faluból ilyen sok kiváló táncos van ebben az együttesben, hiszen ezek az emberek meghatározó táncosai voltak az Ajka Padrakú táncegyüttesnek. Osváth Gábor talán mond önöknek valamit a név, vagy Schoffhauser Józsi, Fogas Józsi, ezek a kiváló, akkor még fiatal emberek, most már gondolom egy kicsit idősebbek lettek közben. Nagyon nagy táncosai voltak akkor a Veszprém megyei táncéletnek. És aztán később megtudtam, hogy kiváló muzsikusok is élnek Szentgálon. És aztán azt is megtudtam, hogy nem csak zenével, muzsikával foglalkozó emberek, hanem a hagyomány legkülönbözőbb területeivel nagyon mélyen foglalkozó emberek. Tehát igazi hagyományőrzők élnek ezen a településen. Aztán a későbbiekben Veszprém megye táncéletében egy kicsit mélyebben belelátva gyakran vendégeskedtem a Kurázsi Táncegyüttes műsorain, hol Szentgálon, hol Veszprémben, és nyugodtan mondhatom, hogy ennek a vidéknek az egyik legmeghatározóbb együttese volt. Egy olyan együttes, amelyik mindig a valós irányból, a valós formája felől közelítette meg a tánc és zenei kultúrát, megpróbálta visszaadni azokat a táncos élményeket, azokat a táncházi pillanatokat, világokat, amelyek Erdélyben, egy-egy kis településen, egy-egy bálban valósulhattak meg, és hát viszonylag ritkán fordultak elő ilyen színpadi körülmények között. Ezek a pillanatok, ezek az egyszerűnek tűnő improvizatív tánc megoldások
általában sokkal több őserőt, sokkal több tánc tudást követeltek meg a táncostól, a táncoknak és a zenei anyagoknak a sokkal mélyebb ismeretét, mint egy viszonylag egyszerű, összeszerkesztett és egymásról gyorsan lefigyelhető tánckoreográfia. És most is úgy hívják ezt a műsort, egy számadás. Ezek a számadások, amelyek évről évre megtörténtek a Kurázsi együttesnél, nekünk mindig nagyon nagy szakmai élményt nyújtottak, hiszen abban biztosak lehetünk, hogy az a két-három vagy négy táncanyag, amit éppen színpadra vittek, az olyan minőségében jelent meg az ő lábukon, táncos lábaikon, hogy arról bárki út a nézőtéren, bármilyen professzionális táncos még mindig tudott valamit tanulni. És ez már Bodor Dezső Károlynak köszönhető, aki a saját táncos előéletének és a saját igényességének köszönhetően egy-egy táncrendben ilyen mélységig kalapzolt el a táncosait évről évre. Aztán jött az az időszak, amikor ismerjük a veszprémi körülményeket, lebontották sajnos a gyermekek házát, kicsit hontalanná vált a Kurázsi táncegyüttes is, és hát az idők változnak. Bodor Dezső Károly nem adta fel a táncos pályát, művészeti iskolát alapított Szentgálon. A művészeti iskolák alapítása abban az időben nagy divat volt, a legtöbb néptáncegyüttes megpróbált ebbe az irányba menekülni, hiszen a fenntartói háttér, a művelési központok kihúzódtak mögülünk, egyszerűen nem volt finanszírozási lehetőségük, és a művészeti iskolát ugye normatív úton támogatta az állam. Nagyon sokan ebben egy kicsi üzletet is láttak. Sajnos ezek az iskolák szépen lassan elkoptak, vagy beolvadtak valamilyen állami intézménybe, és néhány olyan maradt meg, mint például ez a Szent Gáli Művészeti Alapiskola, amelyik nem csak a pénzért, nem csak a normatíváért hozta létre az intézményét, hanem azért, hogy a helyben élő fiataloknak egy közösségi formát, egy lehetőséget biztosítson arra, hogy az együttlét mellett a magyar népi kultúrával is nagyon mélyen megismerkedjenek. A művészeti iskola nem csak arról szólt, hogy fűtésdíjat fizettek, és pedagógusoknak fizetést adtak, és évvégi jutalmakat, hanem arról is szólt, hogy hónapról hónapra erdélyi adatközlő muzsikusokat és táncosokat hívtak meg Szentgálra, és ezt még nagyobb települések sem engedhetik meg maguknak mindig. És ezeket a gyerekeket szakmai kirándulásokra vitték, és olyan élményekben próbálták őket részesíteni, hogy felnőtt korukra is megmaradjon a tánc, a kultúra szeretete és tisztelete. Azt hiszem, hogy ennél szebb példája, mint a Tátos Művészeti Iskola működése nem lehetne annak, mint ami eredetileg szándéka lehetett a művészeti iskolák létrehozásának lehetőségének. És ezúton is gratulálok a 10 éves fennálláshoz, és még legalább ugyanennyit, vagy inkább sokkal többet kívánok, vagy ilyen, vagy más formában, de ez a közösség ne szűnjön meg, és mindig ilyen minőségben működjön. És akkor engedjék meg, hogy bemutassam az első műsorrészt további műsorszámait. Tehát az előbb moldvai táncokat láthattunk. Most ezután egy játékfűzés következik, aztán felcsiki polgári táncokat mutatnak be, sárközi táncokat, Gömörész összenet című koreográfia következik a sárközi után, ezután Magyar Péter lakára szintén Erdélybe kalauzolnak minket a táncosok. Utána egy nagyon kedves című koreográfia következik, Boszorkányok pedig léteznek. Ez a szám címe. Ezután felcsiki táncok következnek ismét, és végül bogártelki táncokkal záródik ez a műsorrész. És én úgy gondolom, bár ezt nem beszéltük meg, hogy az iskola teljes korosztályi palettája meg fog itt most jelenni, nem csak Szentgáliak, hanem olyan környező településeken működő csoportok, amelyek ennek az intézmények a védőszárnyai alatt és gondoskodása alatt működnek. Jó szórakozást kívánok, nagyon sok piros tenyeret a tapsolás után, és szeretettel várjuk Önöket majd a második műsorban.
Thank you.
Kicsi csillag, ha lesik el.
A második műsor rész a felnőttek, vagy már majdnem felnőttek műsora lesz. Az előbb színpadon táncoló csoport minden tagja érintett a művészeti iskola által, vagy jelenleg is az iskola továbbképzés tanulója, vagy már kimaradt az intézményből, de néhány évvel ezelőtt még az iskola tanulója volt. Ők ajándékozzák meg önöket ezzel a műsorral, amelynek első műsorszáma a Füzesi templom előtt címet viselte. Ördöngös Füzes Erdélyben, Északmezőségen van. Erről a településről láthatták az előbb a táncokat. Most pedig a mesterek következnek majd. Errefelé Mezőföldön, az nincs innen nagyon messze, hogy a Fejér megye főként. Mezőföldön volt jellemző az a tematikus, kicsit táncolós, kicsit dalolós játék, amelyet most ők majd elő fognak adni, a Juhait kereső pásztor címmel. Ezután kicsit még nyugatra megyünk, Pirzik, Porzik a Gencsapáti utca című műsorszámot láthatjuk majd tőlük. Gencsapáti talán tudják, Vas megyében Szombathely mellett van. Nagyon szép táncos gyűjtések vannak arról a vidékről. Emlékképek és Csíkszentdomokosi katona vacsora. Ez a két koreográfia zárja majd a műsort, amelyek visszakalandozzák önöket Erdélybe, visszaviszik önöket Erdélybe. Fogadják szeretettel a második műsorrészt is. Azt hiszem, hogy a hangulat már mindjárt az első táncban a tetőfokára hágott. Na, ezt a hangulatot és ezt az örömet, az első műsorrészben tapasztalt örömöket is, ezt a sok tapsot várjuk önöktől majd. Hogy sem, őszállítunk, hogy sem,
kacskét! Helyre megyünk az Na most már aztán komolyan elkezdtük keresni azt a kecskét.
Ez volt hát a 10 év, táncos 10 év számadása. Nagyon köszönjük a sok tapsot, azt hiszem nagyon jól esett a táncosoknak, és engedjék meg, hogy most befejezésül bemutassam azokat a mestereket, akik a különböző korosztályokat nem csak erre a műsorra, hanem a tánc szeretetére is felkészítették, nevelték. Először a tanárokat szeretném bemutatni. Hajdú Péter. Péter, várjuk a színpadra. Szabó Csaba. Az intézmény jelenlegi igazgatója Varga István. Következzen a család, a Szép Jövő zálogát Bodor Botondnak hívják. És aki nem csak táncos partner volt, hanem mindig tűrő feleség, aki barátságosan fogadta sok vendéget, aki kifőzte ezeket a nagy családi rendezvényeket, ahol általában nem csak a családtagok, hanem a muzsikusok, barátok, erdélyi ismerősök jelen voltak, és aki támasza volt a mesternek, Fodorné Kocsis Ildikó. És aki megalapozta és létrehozta a Szentgáli táncéletnek ezt a jelenlegi formáját, Bodor Dezső Károly. És hogy ne csak a pedagógusok örülhessenek, a gyermekeknek is készültek egy kis ajándékkal az iskola képviselői, vezetői, pedagógusai. És akkor átadom a mikrofon, de most ezt még el kellett mondanom, hogy ez a kis ajándék, ez nem sokára átadásra kerül a gyerekeknek. És akkor most átadom a szót Hajdú Péternek. Bocsánat, én csak annyit szeretnék mondani, hogy ugyan nem pedagógus a művészeti iskolának, teljesen ingyen és bérmentve dolgozik a művészeti iskolába. A családunkat is egybe tartja, én úgy gondolom rajtam kívül, és minden próbán ott van szinte, és együtt tanítunk. Ugyan nem hívták ide a feleségem, és köszönöm neki innen, Hajdú Viktornak. Megpróbálok rövid lenni, Sáti megelőzött egy gondolattal. Jó, akkor most már, ha megragadtam a mikrofont, akkor hadd mondjam végig, mert ebből csak az idő telik. Tehát vannak olyanok, akik nem tudunk mindenkit idehívni, de tulajdonképpen, hogy a nézőteret megfelezném, vívő ügy, bárkit még nem kisebbítve az érdemeit, akik itt fönnállnak, meg kellene neveznünk és hívnunk, mert annyian segítettek, és innen szeretném azoknak a névteleneknek megköszönni, akik a hátunk mögött állnak adományokkal, takarítással, faragással, meszeléssel, nem főzéssel, sütéssel, vendégfogadással, adományokkal, sok mindennel. Tehát közösen szeretném megköszönni innen azoknak, akik mindig segítenek és támogatnak bennünket. Én nem veszem el a kenyerét a
Sanyinak, a Szülői Munka Közösség tagjának, hiszen ő majd fog a többiekről is beszélni, akit név szerint kell említeni. Még mielőtt lezajlan a dolog, én egy ember szeretnék megnevezni és megkövetni innen, az Gáspár Gábor fotós, aki minden előadásunkra úgy ér ide, hogy körülbelül aznap reggel fölhívjuk, és még nem volt alkalom, hogy nem jött volna el hozzánk, és úgy láttam, itt is ma is villogott. Én próbálom innen megtisztelni és megköszönni, hogy jött, és még egy nagyon fontos, a Jurta zenekarnak, aki... Azt hiszem, a kezdetektől fogva ismerjük Attilával egymást, körülbelül 30 éve lehet. És azt hiszem, nem múlik el év, hogy műsort ne húzna most már hosszú ideje nekünk. Remélem, ezt a jó szokását megtartja. És a zenekarnak így nem tagja, de nagyon kedves, jó barátom, és hát valamikor majdhogy nem tanítvány is, Koncz Gergő, akinek a muzsikáját nagyon szeretem, és megköszönöm, hogy a mai estét ő is segítette nekünk, meg bármikor önzetlenül jön segíteni. Én ennyit szerettem volna hozzátenni azokhoz, akik vannak, és a Sanyinak adom, akkor az ő kenyerét meg kapja vissza. Én is jó estét kívánok, és megígérem, akkor most már rövid leszek, bár hosszabbra készültem. Tényleg egy szép és jó estén vagyunk túl, sőt mondhatom azt, hogy egy eredményes esztendőn túl, sőt, hogy tovább fokozzam, ugye elmondhatjuk, hogy 10 eredményes és szép esztendőn vagyunk túl. Ebből a rendkívüli alkalomból én szeretnék a Szentgáli Művészeti Iskolának további sok szép, sikeres esztendőt kívánni az iskola minden tanulójának, jelenlegi tanulóinak és azoknak is, akik már elvégezték az alapfokú iskolát, a táncosainknak, a festőknek is, őróluk se feledkezzünk meg, és természetesen elsősorban a felkészítőknek, tanáraiknak. Őket szeretném még egyszer ismét személyesen név szerint köszönteni. Kezdjük a hölgyekkel, Bodorné Kocsis Ildikó. Gálné Tóth Anikó. Hajdu Viktória. Kisné Nagy Éva. Kisné Simon Dóra. Vidinszky Tímea. A hölgyek után névsorban visszafelé először Varga István, aki az István intézménynek vezetője. Szabó Csaba. Hajdu Péter. Most már a felkészítők között Bodor Botond is. Nem utolsó sorban az iskolánknak a feltalálója, alapítója és fenntartója, Bodor Dezső Károly.
Egy imént említett személynek mi is szeretnénk köszönetet mondani. Törpapának hála, a törpikéi a 10 év alatt felcseperedtek, és a sok nehézség és változás ellenére igazi családdá alakultak. Egy próba sem telt el humor és nevetés nélkül. Ne feledkezzünk meg határtalan kitartásáról, és őrülten jó találékonyságáról sem. Megtanította nekünk, hogy soha nem szabad feladnunk, akármilyen nehéz út áll előttünk. Megtanulhattuk tőle a tánc minden csinyát, bínyát, szépségét és a tánc iránt való szeretetet. Minden hónapban szorgalmasan szervezte a táncházakat, amelyeket különös és szórakoztató előadásokkal fűszerezett. Nyáron sem feledkezett meg rólunk, hisz minden évben meglátogathattuk erdélyi barátainkat. Az évek során több versenyen is részt vettünk, és kapcsolatai révén sok felkérést is kaptunk. Általa most már számunkra is fontos embereket ismerhettünk meg, mint például Boka Gábor, Furik Rita, a Jurta zenekar, Koncz Gergő, a Magyar Palackai Banda és sok más személy és zenekar. Záró mondatként annyit mondanék, hogy tudjuk, hogy nagyon nehéz velünk, hisz kamasz gyerekek vagyunk, akik olykor lusták, szemtelenek és nagyszájúak, de ha a lábunk nincs is a helyén, a szívünk mindig ott van. Köszönjük! De ígérem, föl fogjuk tenni valahova, valamelyik oldalra, interneten, és mindenki gyönyörködhet benne. Nagyon szépen köszönöm, hogy a dolgok vagytok, és igazából ezt magatoknak köszönjétek már. Az idei tanévben még egy személy, muszáj megemlítenünk. Kedves főnök úr, most rólad van szó. A tanév során nagyon sok mindent tettél értünk, nem csak mint szerető testvér, mint szorgalmas, tánctárs, mint tánctanár is megálltad a helyedet. Kezdetben mindannyiunknak furcsa volt ez a helyzet, de idővel mindenki hozzászokott. Mindvégig kitartó voltál, segítettél minket. Igaz a mondás, az alma nem esik messze a fájától. 10 éve talán senki sem gondolta volna, hogy te leszel egyszer azok egyike, aki felkészít minket egy gálára. Elindultál saját tudaton, törpapa példáját követve. Reméljük kedved nem csügged, és jövőre tanárunkét is tekinthetünk rád. Remélem, erre gondoltál a fizesi szám alatt, mert már elmúlt, és úgy volt, hogy nem ekkor adjuk az ajándékot. Ha lábunkat nézed, szívünk szavait hallod. Pillanat türelmet még hadd kérjek. Egyetlen egy dolog, és nem akarom szaporítani a szót. Oda fölnézek az ablakba, Tibort nem látom most itt a sötétben, de hadd mondjak azoknak a színpadi, színházi embereknek a köszönetet, akikkel hosszú-hosszú ideje együtt dolgozom, és ha kérek valamit, még ki se találom, vagy ki se gondolom, megvan, kész van, mindig segítőkészek, mindig jó barátok, még ha csak évente egyszer-kétszer találkozunk is. Ez is ilyen 20 éves ismerettség, és nagyon szeretném nekik megköszönni, és mindenki, aki ezt az intézményt használja, becsülje meg a munkájukat. Köszönjük szépen a műszaknak!